Svenóta a rikottával töltött csirkemel. Hozzávalók 4 személyre. 80 deka csirkemel, 20 deka spenót, 20 deka rikotta, 3 gereszt fokhagyma, 3 darab tojás, 10 deka vaj, só, bors. Megsózom a húsokat, majd folpakon keresztül kigofoljuk. Óvatosan, mert puha a hús, és hogy ne menjen széjjel. Csak épp, hogy így finoman. Most összetöröm a rikottát, hozzáadom a tojást, a fokhagymát, sóval és borssal ízesítem, és ezt szépen összekeverem. Alufóliára kiszeszem a csirke mellett, elhelyezem rajta a spenót leveleket, és krémmel szépen egyenletesen föltekerem. És így tovább egyenként a húst rárakom, leveleket elterítem, krémmel beterítem, szépen a húst feltekerem, betekerem fóliába. Leöntöm egy deci vízzel, a sütőt beállítom 170 fokra, és 40 percig fogom párolni. Kiveszem a sütőből. Kibontom a fóliából, és óvatosan kell kibontani, mert azért ez tűzforró. És most szépen rátesszük a vajat, és rövid idő alatt aranybarnára sütjük. Elkészült a töltött csirkemel, próbáljátok ti is ki. Jó étvágyat! Támogatóink: az Agrármarketing Centrum és az Agrárminisztérium.